15 óra, 45 perc van. Köszöntök minden kedves hallgatót a rádió készülékek előtt. Köszönti Önöket a mai stáb. Vasandris zenészerkesztő technikus és jó magam a műsorvezető Szombat Mihály. Mai délutáni csevegünk egészen 3-6-ig, 6 óra feléig tart. Témánk pedig egy hírnek az apropóján teremtődött meg, ugyanis Földeák község, illetve az Önkéntes Tűzoltó Egyesület egy pályázat útján tűzoltóautót nyert. Vendégünk a stúdióban Németh Sándor, Földeák község Önkéntes Tűzoltó Egyesületének az elnöke. Szeretettel köszöntöm a stúdióban, köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. Na persze nem csak a tűzoltóautóról lesz szó, nem csak a pályázatnak körülményeiről, hanem egyáltalán a Tűzoltó Egyesületnek a munkájáról, felszereltségéről, problémáiról, illetve úgy általánosságban a magyar tűzoltás, illetve önkéntes tűzoltásnak a helyzetéről. Azt javaslom, talán kezdjük is el a beszélgetést. Hogyan is kezdődött ez az egész pályázat? Talán kezdjük a legelején. Messzire kell visszamenni. Én mindenkit köszönteném a Rádió 7 hallgatóit, és köszönöm a lehetőséget, hogy bemutathatom a Földeáki Tűzoltó Egyesületet. Talán ott kezdeném, hogy ezelőtt egy olyan 8 évvel alakult meg a Csongrád megyei tűzoltó szövetség. Majd a több megyei szövetségből a Magyar Tűzoltó Szövetség. Ennek a Csongrád megyei szövetségnek mi kezdettől tagjai, tehát alapító tagjai vagyunk, a Csongrád megyei szövetség pedig az országosnak alapító tagja. Én kezdettől küldöttje vagyok a Földeák Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületének a megyei szövetségbe. Ott a második ciklusban vagyok már elnökségi tag. Így aztán, ha nagyvonalakban is, de azért van rálátásom a megyei önkéntes egyesületek munkájára, életére, és ami nagyobb jelentőségű talán a sok-sok gondjukra, amik sajnos élőek. Ezeken a gondokon kíván segíteni a szövetség és a belügyminisztérium akkor, amikor én már jó néhány éve ír ki pályázatokat az egyesületek technikai fejlesztésére. Ez a pályázati rendszer idén odáig jutott el, hogy már 400 millió forintot költött a BM önkéntes tűzoltó egyesületekre. Tavaly még ez csak 100 millió forint volt. Idén pontosan az összeg nagysága miatt ezt az összeget már bontották több célra. Egyik része az a csomag, amiben mi is pályáztunk. Azt hiszem, hogy ez volt egy 130 milliós csomag. Ebben lehetett tűzoltó gépjárműre. Ezek közül a gépjárművek közül volt IFA, Iveco, GAZ, stb. Tehát a tenderben be lett mutatva egy néhány típus, amire lehetett pályázni. Hát mi az IFA-t választottuk a vele szállítható vízmennyiség miatt, illetve azért is, mert felmentünk megnézni a lehetőségeket, illetve a mintákat a központi járműjavítóba, és mindenképpen ezt a járművet találtuk olyannak, ami a község méretéhez, a mi csapatunk fölkészültségéhez és a község igényeihez a legközelebb áll. Volt tűzoltó jármű előtte is Földeákon? Gondolom, hogy csak volt valamilyen szinten. Igen, hát ez egy külön mesét érdemelne talán. A parancsnokunk most az átadásnál tartott is róla egy kis előadást. Ugye kezdődött valamikor lóvontatású szivattyúval, meg lajtkocsival, aztán egy szivattyú, kis motorfecskendő, amit hát valamivel vinni kellett, arra aztán volt egy ladik, egy utánfutóval, majd végül egy UAZ, és azt hiszem, hogy 10 évek körül sikerült vásárolnunk egy hát eléggé öregecske, ma már 30 éves Ikaruszt, vagy Csepelnek nevezhetném, Csepel 344-es tűzoltógépjárművet, ami ugye már az idén elérte a veteránkort, és hát bár műszaki állapotát megpróbáltuk olyan szinten tartani, hogy mi vonulni tudtunk vele, tehát szükség esetén mentünk, de például már gyakorlatokat, bemutatókat egyszerűen lehetetlen volt vállalni, mert az a veszély forgott fenn, hogy a következő tűzhez nem tudunk kimenni, mert épp a gyakorlatnál fog tönkre menni a kocsi. Ezt hál' Istennek átvészeltük ezt a néhány évet, és most már egy olyan technikával rendelkezünk, ami bátran mondhatom, hogy megyében nincs másik önkéntes egyesületnek, illetve vannak még a behozott német kocsik közül olyan állapotban, de azok közül is csak kevés, amelyek ezt a technikát megközelítik. A pályázatnak mik voltak a körülményei, feltételei a belügyminisztérium részéről? Igen. Nos, hát egyrészt a legfontosabb, hogy az önkormányzat, illetve a tűzoltó egyesület megfelelő anyagi bázissal bírjon.
Hát ezt mi... Erre miért volt szükség, ha egyszer alapítvány útján jutnak a tűzoltóautóhoz? Nem így igaz. Tehát nem alapítvány útján jutunk, BM pályázat kiírása és önrészt kell biztosítani. A kiírás 30-70%-os volt, tehát a bekerülési költség 30%-át az önkéntes tűzoltó egyesületnek, illetve az önkormányzatnak, mivel ez közös ügy, kellett biztosítani. És hát ezt a részt kellett garantálni. El kell mondanom egyébként, hogy az éves szintű támogatásunk, amit az önkormánytól kapunk, az 450 000 forint magasságában mozog. Ennek a gépkocsinak a végső ára, bruttó ára 12,5 millió forint. Ebből kitűnik, hogy a 30% az 3 millió 125 000 forint. Ugye hát itt kellett aztán lépnünk még, önkormányzat szerencsére nagyon érti, nagyon érzi a gondunkat, illetve a községnek a szükségét erre a kocsira, így aztán azonnal 1 millió forintot szavazott meg pluszba a költségvetésen kívül az egyesületnek. De ha jól számolom, még az sincs 3 millió 300 akárhány ezer forint. Igen, ez még mindig nagyon kevés. Aztán jött az, hogy előző években is pályázgattunk, és ugye a közel félmilliós községi támogatást nem mindig kellett teljes egészében felhasználnunk, mivel a pályázatokból technikai fejlesztéseket tudtuk végezni. Így aztán volt egy nagyon kevés megtakarított pénzünk, és fordultunk a lakossághoz ezután. A Földhákújságban, illetve külön levelekkel kerestük meg a gazdálkodó szerveket, vállalkozókat és a magánszemélyeket. És ő rajtuk keresztül próbáltunk még pénzt szerezni. Na most ennek is van egy bizonyos eredménye. Ott tartunk ma, hogy a 3 millió 125 ezer forintból 2 milliót kifizettünk a gépjárműért. A fennmaradó 1 millió 125 az még körülbelül egy hónapos intervallumunk van rá, hogy ezt előteremtsük. És van rá remény? Igen, van. Tulajdonképpen már a gyűjtés megkezdésekor nagyon sok mezőgazdasági vállalkozás tett olyan ígéretet, hogy majd az aratás után, amikor végül is állami gazdaságnak, TSZ-nek könnyebben van mozgatható pénze ilyenkor már, akkor segítségünkre lesznek. Hát ennek a mértékét még nem tudjuk, de bízunk benne, hogy nem túl sokat kell a önkormányzattól kérnünk ahhoz, hogy ezt az összeget kipótoljuk. Kedves hallgatóink, 15 óra 53 perc van. Egy kicsit zenélünk, utána folytatjuk beszélgetésünket. Stílusosan a következő zeneszámot, illetve felvételt az Edda fogja játszani. A felvétel címe Ég a ház. 16 óra 9 perc van, kedves hallgatóink, és folytatjuk beszélgetésünket vendégünkkel, Németh Sándorral, a Földák Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületének elnökével. A beszélgetés apropóját a pályázaton nyert, már megnyert tűzoltóautó adta, amelyről múlt héten, illetve ezen a héten is beszámoltunk a hírekben itt a Rádió 7-ben. És beszéljünk egy kicsit erről a tűzoltóautóról, mit kell róla tudni? Mielőtt rátérnénk az előző blogban elhangzottakhoz, hozzátennék valamit, mégpedig a következőt, hogy végülis ez a 30-70%, ez 25-75%-os arány lett, mivel községünk a fokozottan hátrányos helyzetű községek közé tartozik, és ennek alapján még 5% kedvezményt kaphattunk a BM-től. És akkor most talán a gépjármű. Pontosan meghatározva talán azt lehetne röviden mondani, hogy egy újjáépített vagy újonnan épített IFA gépkocsiról van szó. Magát a tűzoltó részét, tehát a málha részét, a felszerelés részét, azt pedig teljesen újjáépítik, méghozzá olyannyira újjá, hogy nem is egészen olyan rendszerben, mint az eredeti IFA tűzoltógépjárművek. Jó néhány praktikumot tesznek bele, többek között egy nagyon fontos dolgot, az úgynevezett gyors beavatkozót, ami hát akit látott tűzoltást, vagy aki valaha is foglalkozott vele, tudja, hogy mit jelent egy olyan tömlő, amely a gépkocsi
helyszíni érkezése után azonnal nyomás alá helyezhető, a sugárcső fönn van rajta, és 40 métert futhat az első ember már nyomással, már vízzel, tehát nem kell várni arra, hogy a szükséges mennyiségű tömlőt a tűzoltók kigurítsák, összekapcsolják, ezt vízzel töltsék fel. Egy falusi háznál gondolom elképzelni, el tudja mindenki, hogy mit jelent 40 méter bármelyik oldalról megközelítve a lakást, gyakorlatilag azonnal be tud avatkozni a tűzoltó. Efelett el kell róla mondanom, hogy 2000 literes víztartálya van, ami miatt végül is mi emellett a kocsi mellett döntöttünk, mert 800 literes, 1000 literes kocsik lettek volna kisebbek, Ivecóba, gazba, de a vízmennyiséget pontosan azért, mert ismertük, a csepelünk is 2000 literes volt, és azzal többször megtörtént, hogy a 2000 liter vízzel bőven megfogtuk a tüzet, addig még a makói, akkor még állami tűzoltók, most pedig már önkormányzati tűzoltók kiértek földeákra. Tehát úgy gondoltuk, hogy ez a 2000 liter víz nekünk mindenképpen szükséges. Elegendő is? Hát úgy elegendő, hogy ha időben riasztanak bennünket, akkor földelkösség területén bármilyen tüzet meg tudunk fogni, vagy addig, még a makóiak kiérnek, vagy pedig, mivel a község jól el van látva tűzcsapokkal, mi saját magunkat föl tudjuk tölteni, tehát folyamatos oltást tudunk végezni ezzel a gépjárművel. Tehát elégnek kell mondjam a 2000 liter vizet ahhoz, hogy még a csapat egyik része tűzcsapot keres, felszerel, hozzá fog tölteni újra a kocsit, addig a 2000 liter vizet, ha kihasználja a másik része, akkor már sokat dolgozott. Tudnék, ennek a gyors beavatkozónak van egy olyan oldala is, hogy vékonyabb keresztmetszetű, egy komolyabb technikát képviselő sugárcsővel van ellátva, amely jobban porlaszt, hatékonyabban lehet vele tüzet oltani, és kevesebb vízzel, ami a régi kocsinkhoz képest még plusz előnyt jelent. Ezen kívül van még a kocsin egy habkeverő tartály, habkeverő szivattyú, tehát adott esetben olyan típusú tüzeket is tudunk oltani, ahol habot kellene bekeverni. Nos, hát én nagyon bízok benne, hogy nálunk nem sokszor lesz ilyesmire szükség. Elektromos jellegű tűz? Elektromos jellegű tűzre úgy tudtunk felkészülni, hogy a Málhában ABC poroltókat szereztünk be, tehát olyanokkal tudunk, illetve halonnal oltóval tudunk beavatkozni elektromos tűznél, ahol esetleg vezérlőberendezés ezt követeli meg, hogy áramtalanítás után sem érdemes, vagy szabad, vagy ildamos vizet használnunk, vagy port. A többi gépkocsi, amelyik lehetőség állt a többi gépkocsi közül megpályázni, milyen árkategóriát képviseltek? Hát itt volt talán az a pillanat, amikor nem is döntettünk másképp. Tudni elég bruttó értékben 1-2-2,5 millió forinttal lett volna olcsóbb az a fajta többi gépjármű, így aztán szinte nem volt más választásunk, mert az észszerűség az diktálta, hogy csak az IFA és semmi más. 16 óra 24 perc van, és zene után folytatjuk beszélgetésünket. Mégpedig javaslom, most beszélgessünk arról a bizonyos átadásnak a körülményeiről, amely ugye itt a rádióban is elhangzott, hogy múlt pénteken délután 15 órától történt meg a ünnepélyes átadása a tűzoltókocsinak a Földeák községházáján. Igen, és végül is nagyon örülök, hogy ünnepélyesen sikerült tennünk ezt az aktust. Többek közt azért is, mert ennek az egésznek volt egy másik indítatása is, mégpedig az, hogy az egyesületünk 105 éves idén, tehát évfordulósak is vagyunk. A másik oldala az ünnepélyességnek az, hogy sikerült olyan vendégeket meggyőznünk, akik igazán emelték a ünnepség színvonalát. Így vendégünk volt Lajtár József úr, belügyi helyettes államtitkár, aki végül is, ha nem is a földáki kocsin, de a tűzoltóautók sorsán rajta tartja a kezét, mivel ő közgazdasági helyettes államtitkár, tehát ezeknek a programoknak a pénzügyi fedezetét biztosítja gyakorlatilag. Ő mellette vendégünk volt még Mékuti Sándor úr, az edes úr, a belügyminisztérium központi járműjavítójának üzemparancsnoka, akiről viszont már el kell mondanom, hogy nagyon nagy hálával tartozunk neki a
a gépkocsi építése ügyében, mivel kezdettől fogva rajta tartotta kezét, szemét a gépkocsi fölépítésén, állandóan tájékoztatott bennünket. Többször mehettünk fel, pontosan háromszor voltunk Budapesten ez ügyben, és nézhettük meg a járművet építés alatt, összeszerelés közben. Rajta kívül vendégünk volt Urbán József alezredes úr, Makó város önkormányzati tűzoltóságának parancsnoka, aki egyébként a megyei parancsnokságot is képviselte, mivel a dr. Szőlősi Sándor alezredes úr sajnos nem tartózkodott Magyarországon, így nem tudott vendégünk lenni, pedig hát őt is hívtuk. Most látom itt a üvegen keresztül, hogy meg is jelent. Igen, mint egy végszóra. Igen, köszöntöm és köszönöm, hogy eljött erre. Avval próbáltuk talán kicsit hivatalosabbá vagy ünnepélyesebbé, vagy nem is tudom mivel tenni a dolgot, hogy ünnepi testületi ülést hívtunk össze erre az alkalomra. Tehát gyakorlatilag a Földelkösség önkormányzata és polgármesteri jegyzője előtt adta át Lajtár József úr a gépkocsit Vas József parancsnok úrnak az önkormányzati épülete előtt. Nagyon hasznosnak találtam és találtuk Lajtár úr köztes tájékoztatóját, amit az átadás előtt tett, pontosan a kérésünkre. Többek között tűzoltóság helyzetéről, finanszírozási gondjairól, a rendőrség helyzetéről, finanszírozási gondjairól beszélt nekünk, mivel minket is Földelkösség önkormányzat is érdekli a idén évvégén induló, és azt hiszem, hogy jövőre nagy-nagy tempóban működő ősprogram. Szeretnénk mi is, Makóváros rendőrkapitánya is, hogyha Földák is részt vehetne a programban, de erről majd, ha lesz rá időt, talán később. Igen? Elnézést, esetleg ki is próbálták ott a helyszínen a tűzoltóautót? Vagy erre még nem került sor? Na most a kipróbálás az olyannyira megtörtént Budapesten például, hogy mi heten utaztunk fel a járműért, 7 olyan ember, aki általában, hát rajtam kívül, mert én nem vagyok műszaki kezelője, de a másik 6 az általában vagy gépkocsi vezető, vagy a szereket kezeli. És ezeknek az embereknek ott a javítóüzem szakemberei az utolsó csavarig bemutattak mindent, minden egyes alkatrészét, felszerelését, berendezését a járműnek hitelesen, tehát vízzel, hát haganyagot azt éppen színező anyaggal helyettesítették, de egyébként mindent kipróbáltak, vízfelvételtől a vízágyúig, a gyors beavatkozótól az avaroltóig, tehát minden kipróbálásra került, minden kezelőszerv erre ki lettek oktatva ezek az emberek. Tehát nem jelent problémát most már a kezelése. Hányan férnek bele ebbe a tűzoltóautóba, mint a fülkéjébe? Igen, hát a fülke, mint mondottam, dupla fülkés, elől a vezetőn kívül a parancsnoknak van egy helye, és a hátok mögött még 4 embernek bőséges helye van. Más mi történt még az átadáson, ami említésre méltó? Hát említésre méltó talán azt tudnám mondani, hogy be tudtak végül is öltözni a fiúink egy régi ruhánkba. Tudnék, ezzel a kocsival egy egészen új tűzoltó ruhát is kapunk, csak annak az elkészülete csúszik valamennyit. Éppen ma tárgyaltam Szegeden a Tilana BT-nél a Tóthúrral, akik csinálják ezt a ruhát. Talán a szerdai község előtti bemutatóra már meg lesznek ezek a ruhák, ami Földák feliratos tűzoltó ruhák. Nagyon szépnek találták a földáki lakosok ezt a, legalábbis akikkel én beszéltem, ezt az átadást, ez a községháza épülete előtt történt, meg ott sorakozott fel a tűzoltóautó mellett a, talán mondhatnám, hogy a legifjabb tűzoltóink, tehát ilyen szempontból utánpótlást is be tudtuk mutatni a községnek, és ott vezényelt szolgálati helyre vonulást nekik a parancsnok, ami ugye nem nagy távolság volt, mert mintegy 50 méterre ott van a tűzoltószerter. Hát akkor most egy kicsit megint csak zenélünk. A Dinamit együttes stílusosan tűzről énekel, tűz van. 16 óra 37 perc van, és a Cardigans muzsikája után folytatjuk beszélgetésünket. Abba már ne is gondoljunk bele, hogyha mi történik akkor, ha a Cardigan kigyullad. De folytassuk a beszélgetésünket a Tűzoltó Egyesület
működéséről. Talán először arról beszélünk, hogy milyen múltra tekint vissza a Földeáki Tűzoltó Egyesület. Ugye mondta, hogy 105 éves az idén. Igen, tehát akkor az végül is már adott. Hát a múltról szakmai szempontból talán bemutató jellegű volt az elején az a pár szó, hogy milyen felszerelésekkel indult az Egyesület. Valamikor, tehát a lajtkocsitól végül is elértünk most már egy olyan technikát, amely nyugodtan mondhatom, hogy pillanatnyilag az elérhetők közül a csúcs egy önkéntes egyesületnek. Én talán inkább másfajta statisztikát mondanék, amit talán még a községünkben sem tud mindenki, hogy hogyan is áll össze ez a csapat. Pillanatnyilag 23 tagunk van, gyakorlatilag egyetlen egy fő kivételével, a 60 fölötti Petőfeli bácsi kivételével mindenki aktívan részt vesz a munkában, gyakorlatilag riaszthatók mindenki. Hát talán statisztika, 3 hölgy működik nálunk, 40 fölöttiek vagyunk egy 67-en, a 20 alatt azt hiszem, hogy 4 legényünk van, és a többi pedig 30-40 közötti úriember. Na, a hölgyek milyen munkát végeznek az egyesületben? Hát talán azt kell mondanom, hogy nélkülözhetetlen. Az egyik hölgy, az a volt titkárunk, most a két hölgy cserélt, egy másik hölgyünk lett a titkárunk, a Nagy Ildikó, aki nagyon sok adminisztratív munkát kénytelen végezni most nekünk. Ugye a jegyzőkönyvektől, most kapjuk majd a Tűzoltó Szövetségtől az igazolványokat, odaadatgyűjtés, fényképbegyűjtés, igazolványkitöltés, ne soroljam, jelentés cégbíróság felé, APEC felé, változások bejelentése, aztán most épp a gépkocsival kapcsolatban ugye a szerződések körüli munkák, kincstár felé jelentések. Ó, már szégyellem is magam, 4 hölgyünk van. Egy kimaradt. Igen, egy kimaradt. Nemrégen vettünk fel egy kislányt, aki könyveléssel foglalkozik, és mindenféle problémára számítva, ugye megpróbáltuk, hogy szakember végezze ezt a munkát. Nos, hát őnek is most rengeteg munkája lesz ezzel kapcsolatban, kincstár felé jelentéseket megtenni, pénzátutalások, igazoló jelentések, statisztikák. Szédületes, hogy mennyi papírt nyomnak egy egyesületre is, hát akkor egy gazdálkodó szervre. Ami talán fontos még az egyesület életéből, ja, és a hölgyeket fejezzem be, van még egy hölgy, a Szabóné. Ő gyakorlatilag, aki nélkül nem nagyon tudnánk mi működni, mert ő a híradósunk, ő az ügyeletesünk. Ő gyűjti be az eseményeket? Igen, tehát hozzáfutnak be a tűzesetek? Hozzáfutnak be a jelzések, igen. Tehát Makó, ha értesítést kap, vagy riasztást kap Földákról, ő riasztja vissza a telefonon, illetve a községből is, aki tudja a telefonunkat, mert miért ne tudná, az ő lakástelefonja, illetve a munkai telefonja, a riasztó telefon a községben. Ez a polgárőrségé is, tehát ráadásul két szervezetnek látja ugyanezt a munkát. Amikor ő egy ilyen riasztást kap, utána vagy telefonon, mivel a tagjaink 80%-ának körülbelül van telefonja, vagy pedig URH rádión, mert ez egy másik büszkeségünk, hogy immár 7 darab kézi URH rádió van az egyesület kezében, illetve még csak 5, mert a mostani 2, ami a gépkocsi Málhával jön, 2 Motorola, az még gyakorlatilag nincs üzembe helyezve, de megvan. Tehát annyira gyors lehet a riasztásunk, hogy az a régi, nagyon régi fogadalmunk, amikor azt mondtuk ezelőtt évekkel, hogyha egyszerre kapunk riasztást Makóval, akkor még kilocsoljuk a vizet, mire ők kiérnek Makóról. Ezt azt hiszem, hogy tudjuk tartani akkor, hogyha megkapjuk a riasztást. Na most ugye létszám dolgok voltak. Van-e épülete a önkéntes tűzoltóságnak, és ha van, akkor milyen? Hát olyan szempontból mondhatjuk sajátunknak, hogy gyakorlatilag az összes felújító munka, átalakító munka,